Mindenkit nagyon szeretek, őszintén. Nem tudnék senkinek se ártani. Nem is ártottam soha. Bárki, aki segítséget kért, mert én is mentem tovább segítségé. Hát ez úgy alakult az egész életünk, hogy szerencsés emberek vagyunk. Én komolyan mondom, sokszor zavarba voltam, hogy tegezem Sándor Károlyt. 50 évig aztán haverok lettünk, de hát ennyit én nevetni, amit én összenevettem mellette. Hát sok mindent tudtunk róla, móravárosi megmentek, ugye, hogy mekkora nagy üzleteket tud csinálni, hogy tud zsugázni, hogy ismeri a lovakat, meg stb. De a legjobban a futball, amit ismert. Göröcs harmadik gólja után továbbra is a magyar csapat támad. Sándornál a labda, lövés, gól! Magyarország válogatottja végeredményben teljesen megérdemelten 4-1 arányban győzte le Lengyelország együttesét. Sándor Csiko olyan volt, hogy pillanatok alatt úgy éreztem, hogy barátok vagyunk. És amit ő mondott, az, ha azt mondta volna, hogy fél óráig fejtetőn álljak, fél óráig álltam volna fejtetőn, az annyira hittem benne, és nem volt rossz, mert azt a mentalitást próbáltam én is átvenni, amit ő produkált a pályán. Mindent a győzelemért. Már az szinte kicsit már megperzített, hogyha a Csikor hozzád szólt, hogy na most erre oda kell figyelni. De egy fantasztikus játékos volt, és minden idők egyik legjobb jobbszélsője. A 23. percben a kapusról kipattant labdát Sándor lőtte a hálóba. 1-0 Magyarország javára. Olyan játékstílus próbált játszatni velünk, meg hát a többi játékostársal is, ami a régi magyar focit, az aranycsapatot jellemezte. Bozsik hozta fel a labdát, tovább köszönjük Puskáshoz, Puskás sarokkal megtolja, hogy elhúzza a védők mellett, kivágja a jobb oldalra Sándorhoz, Sándor lő, és önöklődéssel 2-0 az eredmény Magyarország csapata javára. A tívvel összeballéztunk, és a meccs után kellett fölmenni a Vörös Csillag szállóba, edzőtáborba. És ugye mi dühösködtünk egymásra a Lajossal. Ahogy bejöttünk, beléptünk az ajtón, két tök fejű, gyertek ide, Tihi mésző, söntésbe. Kisfröcsöti szól, Tihi, hát nem, Tihi nem volt egy, én azért megittam már egy kisfröcsöt. Na így álltok meg, béküljetek ki, nem fogtok itt kötözködni, meg ízét durcáskodni, vágott meccs van, a hétvégén nyernünk kell. A büdös Istenit neki nem lehet itt szórakozni egymással. És egy kész készfogás, és rendben volt minden. Nem kell szigorúnak lenni, de egy-két olyan szóval, jelzővel azért helyletett bennünket, amit nem lehet most elmondani. Szóval mindenre odafigyelt, nem védlő, hogy imádta a Salamon, a színész, ugye? És rengeteg barátja volt, mindenki imádta a Karcsit. Ilyen ember nem fog születni nem tudom hány száz évig. Kölcsön adott ennek, kölcsön adott annak. Ahol visszaadták neki, hol nem csinált problémát belőle. Egy olyan természete volt, kimentünk Ausztriába, nagyon jó a kornavinóra, hogyha valaki nem tudná, abból kell ügyesen valahogy becsempészni a dolgokat, hogy el tudjuk adni. Jöttünk azon Párizsból, a parókával, a Nagy Pistát, a MTK-ba játszott. A Csikar ült a ablak mellett egyedül, mi meg a másiknál snapsliztunk. Nyertem a parókától Párizs-Budapest között 500 forintot. Csikar fölébred. A paróka mi volt? Azt mondja, nyert 500 forintot tőlem. Azt mondja, ha megadod neki, úgy megverlek, hogy anyád nem ismer meg. Na, vége, kimegyünk a vámnál, mondom, paróka az 5 kilót. Azt mondja, most azt akarod, hogy a Csikar megverjen. Hát nem fizetett az se, a Csikar se fizetett. A Sándor Görös jobbszárny, hát az a világ leghíresebb jobbszárnya volt. Annyira érezték egymást a Titivel, és úgy tudták kijátszani. Görög szélsebesen tör át a csehszlovák tértére. Pompás labda előre Sándorhoz. Sándor egyből visszagulik újra Görös elé. Görög elhúz, beteszi középre a labdát, Sroj kinyomja. Ott van Sándor előtt, lő, Sroj másodszor is kinyomja. Albert lő, és gól! Nagyon sokáig, mikor nála volt a labda, indítottam, senki nem kísérte a támadást. Inkább én mondtam, senki nem jön, bejárt, ha beadja, senki nem kísérte, csak én, aztán később már én se kísértem, mert a félpályáról is kapura rúgott, az nem adta le senkinek. Sándor próbálkozik, lő! Ismételten lő! Újvidéken játszottuk a jugoszlávokkal, és mind a 4 gólt ő rúgta, illetve fejelte. Óriási meccse volt, mind a 4 gól. Ilyen nem is volt még a történelemben. Rövid távon nagyon gyors volt.
Hát nem véletlen az, hogy a mérkőzésekkel rövid távon pillanatok alatt a védője mögé tudott kerülni. És akkor már nem tudták, még főrúgni sem nagyon tudták. Néha-néha mondjuk a Dalnek ilyen ő ütközött, csak úgy lehetett. Nem lehetett föltartani, mert úgy ment, mint a kígyó csiklott. Sándor a magyar csapat jobbszélsője ellenállhatatlanul kígyózik át az egész csehszlovák védelmet. Remek formában van. Most újra előre rendül a 16-os felé. Nagyon kevés ilyen jobbszélső volt, visszamenőleg is, aki ennyi gólt rúgott volna a szélső létére. És ami a legnagyobb erénye volt, hogy nem félt senkitől. Ez olyan helyzetekbe belement, hogy én azt mondtam, ennek eltörik a lábát, vagy mi. És semmit, megrázta és ment tovább. Ez nem félt senkitől. Dalnoki Sándor Csikar, hát az egy élmény volt. Gondolom a nézőtérről is, és a pálya közeléből, közelről nézhettem, besegítettem. Állandóan nagy harc volt, és mindig úgy készültünk már az öltözőbe, a Dalnoki mondta, hogy hát kicsi, majd segítsébe, mármint én úgy becéztem, kicsi, segítsébe, mert tudod a karcsit, tehát azt lehetett leszerelni, és hát ott ütködtem körülötte, és nagyon kemény, szikrázó összecsapások voltak, hol a karcsi nyert, hol a Jenő nyert, szóval ez egy érdekes volt, és ezt a közönség mai napig is emlegeti, és fogja is. Önző volt, és nagyon gyors volt. Nagy, elég volt neki, ballal meglökte, és beállt rögtön beállt a védő elé. Az meg nem tudott vele más csinálni, vagy fölöki, vagy ha fölöki, akkor 11-es kapunk, vagy ha nem löki föl, ő viszi be a labdát egyedül. Kemény volt, és mondom, nem félt senkitől. Ez ilyet én még nem láttam. Én a negyedében nem mentem volna be mindenhová, ő bement. Hát, kijött belőle mindig. És mit ad Isten, sérülés nélkül majdnem végig játszott a 15 évét vagy 20 évét. Óriási dolog. Sándornál van a labda, egy ügyes csel, aztán egy jó leadást, és már is Solymosi a fiatal tehetséges jobbfedezet. Nagyon reménykeltően tör előre. Szépen alakul a magyar támadás. Albert nyíl a labda, aztán tovább kerül Göröcshöz. Görös most pompásan indít, és Sándor a mezőny egyik legjobbja már is szénsebesen száguld el. Na most egy jó beadás, Csikar, száll befelé a labda, monostori fejel, gól! Remek akció, 1-0 az eredmény Magyarország csapata javára. Kívánom minden csapatban, hogy legalább egy ilyen Sándor Csikar legyen. A jó Isten megsegített, hogy vele együtt tudtam játszani.